Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nézőink! Ma van a Színház világnapja, és ebből az alkalomból szeretném felolvasni Carlos Celdrán, kubai író, rendező és színházigazgató ezérüzenetét, amit ma este minden egyes színházban felolvasni ilyenkor. Színházi eszmélésem előtt mestereim már javában munkálkodtak. Saját életük maradványaira építettek hajlékot és költészetet. Közülük sokan ismeretlenek, vagy alig emlékszem el. A próbatermek és a zsúfolásig megtelt színházak nyugalmában dolgoztak csendben, alázatosan, majd sok évnyi munka és nagyszerű teljesítmények után lassan elhagyták helyüket és eltűntek. Amikor megértettem, hogy nekem is ez a sorsom, azt is megértettem, hogy bámulatos és egyedi örökséget kaptam tőlük. Nincs más, mint a megismételhetetlen pillanat megélése. A pillanaté, amikor a színház sötétjében találkozol a másikkal. És nincs védőháló, csak a mozdulat és a leleplező szó igazsága. Színházi szülőhazám találkozásokból épül a város legkülönbözőbb pontjairól érkező nézőkkel. Ők azok, akik estéről estére azért jönnek el a színházainkba, hogy megosszanak velünk néhány percet, néhány órát. Ezekből a kivételes pillanatokból áll az életem, amikor nem saját magammal és szenvedéseimmel törődöm. Újjászületek, és megértem a színház hivatását. Átélni az adott, a múló pillanat puszta igazságát. Amikor tudjuk, hogy igaz, amit a reflektorok fényében mondunk, és teszünk. Ez mutatja meg leginkább, milyenek vagyunk. Színházi szülőhazám, az enyém és a színészeimé azokból a pillanatokból szövődik, melyekben nem bújunk maszkok mögé. Nincs többé mellébeszélés és félelem, hanem mi magunk vagyunk, és a sötétben megfogjuk egymás kezét. A színházi hagyomány nem hierarchikus. Senki sem gondolja, hogy a színháznak lenne a világban, vagy egy városban, vagy egy kiemelt épületben egyetlen központja. A színház láthatatlanul terjed. Nem ismeri a földrajzot, de beleavatkozik mindazok életébe, akik művelik. A színház művészet egyesít. Minden színház rendező a sírba viszi az utánozhatatlan, világos és szép pillanatot. Mindegyikük ugyanúgy tűnik el, és nincs semmilyen természet feletti erő, ami megvédeni őket. A nagymesterek tudják, hogy az elismerés semmilyen formája nem érvényes. A munkájuk lényegét illető bizonyosságon kívül, vagyis az, hogy kétségek közepette. Csak pillanatokra valósítják meg az igazságot, a kétértelműséget, az erőt, a szabadságot. Semmi sem éri túl őket. Marad utánuk néhány adat, fotó, videófelvétel, elképzeléseik halvány lenyomata. Ezekből a felvételekből a közönség csendes rezdülései hiányozni fognak. Ahogy az éppen megértett és átért pillanat varázsa is, ami megismételhetetlen és elmesélhetetlen. Ez csak néhány másod. Áttetszőbb, mint maga az élet. Amikor megértettem, hogy a színház önmagában is olyan, mint egy ország, a világot behálózó hatalmas terület, felszabadító döntést hoztam. Ne menj el onnan, ahol vagy. Ne rohanj máshová. Ahol te vagy, ott a közönség. Ott vannak a társaid, akikre szükséged van. Otthonodtól távol a mindennapi élet kusza és átláthatatlan. Ezen a látszólagos mozdulatlanságon dolgozz. Indulj a legnagyobb utazásra. Járj be újra Odysseusz és az Argonautár útját. Légy az a mozdulatlan utazó, aki segíti, hogy saját világod súlyosabb és szilárdabb. Utazásod ahhoz a pillanathoz vezet el,
amikor a hozzád hasonlókkal találkozol. Feléjük tartasz, a szívükhöz, a lelkükhöz. Feléleszted és összegyűjtöd érzelmeiket, emlékeiket. Utazásod szédítő, gazdagsága felmérhetetlen, és senki nem teheti semmissé. Valójában nem fogjuk fel, hogy ez az utazás a nép képzeletében a legtávolabbi földekbe vetett mag, vagyis a nézők polgári, etikai és emberi lelkiismerete. Így hát nem mozdulok. Otthon maradok, látszólag nyugodtan, valójában éjjel és nappal munkába merülve, hiszen a mozdulatlan mozgás lendülete művészetem titka. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó szórakozást!